A két fiatalember neve ismerősen csenghet a kultúra sárvári barátainak fülében. Bár képzőművészként most először mutatkoztak be a Galéria Arcis falai között, az elektroakusztikus zene szerelmesei már nem egyszer találkozhattak velük. Így hát a pénteki kiállítás nyitó egyben a zenei találkozó nem hivatalos megnyitója is volt egyben. A tárlatot a közönség figyelmébe ajánló Tóth Ferenc sem éppen a hivatalos protokoll oldaláról közelítette meg a témát, így az értő közönségre bízva azt, elmaradt a műelemzés aktusa. Más kérdés persze, hogy a nagyalakú fotók némelyikével kivetített formában és elektroakusztikus zene kíséretében találkozhattak már az 5 éves múlttal büszkélkedő fesztivál látogatói. Megnyitó beszéde végén Tóth Ferenc végül Pilinszkit idézte akkor, amikor azt állította, amit a két ember művel nem más, mint egy halálos játék. A lét, a tér és az idő szent háromságának segítségével próbál az ember valamilyen jelet hagyni maga után. Várnai Gyulának és Keserű Zsoltnak minden esetre már sikerült valami.